Simicska Lajos cégét a közgépet 3 évre kizárják minden közbeszerzési eljárásból, a közgép bírósághoz megy. Végszükség esetén lehet olyan dohánycég, amely kivonul Magyarországról, miután Lázár János megfenyegette őket. Felmentette a bíróság azt a két fiatalt, akik nemrég megrongáltak egy bevándorló ellenes plakátot. Harmadfokú hőségriasztást adott ki a tiszti főorvos, a következő napokban akár a 2007-es melegrekord is megdőlhet. Jó estét kívánok! 3 évig nem indulhat el egyetlen magyarországi közbeszerzésen sem a közgép, mert a közbeszerzési döntőbizottság szerint a cég az egyik eljárásban hamis adatokat szolgáltatott. Simicska Lajos cégét a Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötőfejlesztésére kiírt tenderből zárták ki hamis adatközlés miatt. A közgép ez ellen fellebbezett, de keresetét elutasították, és ezzel gyakorlatilag 3 évre kizárták minden tenderből. A közbeszerzési törvény szerint ugyanis az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a cég, amely 3 évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították. Bár a cég bíróságra viszi az ügyet, ennek nincs halasztó hatája, így amíg a bíróság nem határoz másképp, addig a közgép nem indulhat semmilyen pályázaton. Napokon belül távozhat az adóhatóság éléről Vida Ildikó, tudta meg a Blikk. A lap szerint Simicska Lajos bizalmi embere legkésőbb augusztus végéig maradhat a posztján. Azt írják, a NAV-nál késztényként kezelik a vezetőváltást. A Blikk úgy tudja, lehetséges utódai között ott van a korábbi helyettese Kovácsics Iván, akit tavaly mentettek fel beosztásából, de esélyesnek tartják még Cinege Attilát, a NAV Észak-Alföldi Regionális Főigazgatóságának vezetőjét, és Pap Istvánt, a Dél-Alföldi Régió főigazgatóját. A nemzetgazdasági miniszter múlt héten a Figyelőnek azt mondta, meggyengült a közbizalom a NAV iránt, és az lépéseket tesz szükségessé. A dohányipari különadó miatt veszélybe kerülhetnek a fejlesztések, és akár az elbocsátás vagy egyes cégek kivonulása is szóba kerülhet. Ezt mondta híradónknak az egyik dohányipari cég vezetője. A cégek egy része igazságtalannak tartja a sávos rendszerű adót. Lázár János tegnap arról beszélt, hogy mindenképpen adóztatni fognak. Varga Mihály ma azt mondta, meg akarnak egyezni az Európai Bizottsággal. A kormány kitart az élelmiszerlánc felügyeleti díj és a dohánytermékek forgalmazását terhelő adók mellett, mondta Lázár János a tegnapi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bizottság sem az adónemet, hanem annak mértékét vitatta, miután korábban két cég fordult a testülethez. Az a probléma, hogy az Európai Bizottság minden gond nélkül ezeknek az üzleti érdekeknek a képviselője Magyarországon, szemrebbenés nélkül védi a külföldi érdekeket. Azt tudjuk mondani a Spárnak és a Philip Morrisnak is, hogy ha nem ebben az adónemben, akkor majd a másikban kell fizetni. De biztos, hogy fizetniük kell. Tehát lehet az Európai Bizottsághoz menni, akkor még többet kell fizetni. Ma a nemzetgazdasági miniszter is arról beszélt az állami televízióban, hogy a két adó felfüggesztése körülbelül 35-40 milliárd forint kiesést jelent a költségvetésből, de arra készülnek, hogy egyeztetnek az Európai Bizottsággal. Varga Mihály úgy fogalmazott, azok az intézkedések, amelyek korábban hasonló szűrőn mentek át, végül zöld jelzést kaptak. A Lázár János által említett cégek közül a Spár semmilyen formában nem kívánta kommentálni a miniszter szavait, és a Philip Morrisnál sem akartak nyilatkozni. A dohánycég egyébként nem egyedül fordult Brüsszelhez, más dohánycégek is ellenzik az adót. Az iparág az áfával együtt 400 milliárd forintot fizetett be 2014-ben. Mi úgy gondoljuk, hogy az elég nagy bevétel, ez az összbevételnek, az állami bevételnek a 2%-át teszi ki. Most lépésről lépésre gondolkozunk, bizonyosak vagyunk abban, hogy a jövedéki adó nőni fog, de most ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy bármilyen adó, ami fel fog merülni, és aminek jogsértő része van, a nemzeti vagy nemzetközi törvényekkel szemben azokat minden esetre meg fogjuk támadni. Ráadásul a plusz terhet kifogásoló cégek szerint az adó sávos mértéke miatt igazságtalan is. Dezső Lóránt azt mondta, végső esetben akár lehet olyan cég is, amely kivonulhat Magyarországról, de szerinte egyáltalán nem ez a cél. Viszont ha marad az adó, akkor az visszafoghatja a fejlesztéseket, és rossz esetben akár létszámleépítéssel is járhat. Ősszel komolyan átalakítás várható a kormányban, és jelentős számú államtitkárt le fognak cserélni, legalábbis Lázár János szerint.
A miniszterelnökséget vezető miniszter a Napi Gazdaságnak beszélt arról, hogy egy augusztusi kormánykonferencia és teljesítményértékelés után dönthetnek majd a cserékről. A konferencián az OECD országjelentése és a Közszolgálati Egyetem jó állam jelentése alapján értékelik az elmúlt egy évet. A miniszterelnök ezután szeptember 15-ig a miniszterekkel közösen hozza meg az államtitkárokra vonatkozó döntéseket. Az illegális határátlépések jelentős csökkenését várja a Fidesz a déli határa tervezett kerítés megépítésétől. A demokratikus koalíció szerint azonban ezt az elvárást nem támasztják alá a nemzetközi példák. A szocialisták szerint nem a menekülteket, hanem az embercsempészeket kellene büntetni. Egyelőre csak próbakerítések épülnek a szerb-magyar határon, ám november végére már állni fog az ideiglenes határzár. A Fidesz szerint ez az egyetlen megoldás annak elkerülésére, hogy évente 200 ezeren illegálisan lépjenek be Magyarországra. Azokban az országokban, ahol ilyen és hasonló intézkedéseket hoztak meg, ott egy hetedére esett a migráció mértéke azon a szakaszon, ahol ezeket a műszaki határzárakat megépítették. Ennek megfelelően mi is azt várjuk ettől a határzától, hogy jelentősen fog csökkenni a migráció. A demokratikus koalíció ezzel nem ért egyet. Majd felhúznak betonból egy falat, mi lesz majd? Technikai zár? Aknazár? Vagy mi lesz? Megint a vasfüggöny leereszkedik? Ez egy elképesztő dolog. Ez semmit nem fog megoldani. Józsa István a migrációban nem veszélyt, hanem lehetőséget lát. Egyre előregedő, fejlett Európa nem képes munkaerővel felvenni a versenyt a világ más fejlődő térségeivel. És ezt tudják a gazdasági szakértők Európában, tehát ezt menedzselni kell képzéssel, emberséggel, ellátással, azoknak az országoknak a konszolidálásával, ahonnan ezek az emberek indulnának. A menekültek most már nem csak vonattal, hanem távolsági buszokkal is ingyen közlekedhetnek Magyarországon. Nyilvánvalóan ezt megtehetik, hogyha van egy igazolásuk arról a megfelelő magyar bevándorlás és belügyi szervektől, hogy ők ilyen státuszban vannak és ennek megfelelően utazhatnak. A Budapestre érkező menekülteknek sokszor egy másik pályaudvarról induló vonattal kell tovább utazniuk. A BKK-tól szerettük volna megtudni, hogy ők a fővárosi tömegközlekedést is ingyen használhatják-e. Adásunkig azonban nem válaszoltak kérdéseinkre. Felmentette a bíróság azt a két fiatalt, akik egy hónapja megrongálták az egyik bevándorló ellenes plakátot, tudta meg a Kettős Mérce blog. Kalocsai Kinga és Szeles András akciójuk után feljelentették magukat a rendőrségen. A bíróság az alaptörvényre és egy korábbi alkotmánybírósági döntésre hivatkozva kimondta, a plakátrongálás a vélemény nyilvánítása része lehet. Az ítélet szerint nem minden plakátrongálás ilyen, de az a mód, hogy direkt és célzottan politikai üzenetként tettükért vállalva a felelősséget rongálták meg a plakátokat, a bíróság szerint nem büntetendő. Alig másfél hónap alatt több mint 62 millió forintot költött utazásaira Áder János. A Borst cikke szerint a köztársasági elnök és kísérete idén márciusban és áprilisban bérelt repülőgéppel utazott Portugáliába, Törökországba és ázsiai körútjára is. A szingapúri, dél-koreai és mongóliai látogatás úti költsége csaknem 35 millió forint volt. Áder János és felesége a lengyelországi Katowice-be viszont alig több mint 300 ezer forintért menetrend szerinti géppel repült. Folytatódik a híradó, már is mutatjuk mivel. Az Európai Unió hivatalosan is jóváhagyta a Görögországnak szánt 7 milliárd eurós áthidaló kölcsön. Harmadfokú hőségriasztást adott ki a tisztifőorvos, a következő napokban akár a 2007-es melegrekord is megdőlhet. Az Európai Unió hivatalosan is jóváhagyta a Görögországnak szánt 7 milliárd eurós áthidaló kölcsönt, amelyet hétfőig kapnak meg. Az Európai Bizottság euróért felelős alelnöke azt mondta, megszületett a megállapodás erről a hitelről. Görögországnak hétfőn csak nem 7 milliárd eurós adóssághányadot kellene törlesztenie, ezt a pénzt az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap számláira kell átutalnia. Az Európai Központi Banknak pedig 4,2 milliárdot kell fizetniük, szintén hétfőn. Valószínűleg Németországban maradhat az a palesztin lány, aki elsírta magát egy rendezvényen, mert Angela Merkel kancellár azt mondta neki, hogy Németország nem tud mindenkit befogadni, és lesznek, akiknek távozniuk kell.
A német bevándorlási menekültügyi és társadalmi integrációért felelős államminiszter azt mondta, pontosan nem ismeri a lány helyzetét, de a Rostocki Iskolai Fórumon készült videófelvétel alapján elmondható, hogy kiválóan beszél németül, és tudható, hogy már hosszabb ideje Németországban él. Hozzátette, a kormány pedig éppen az ilyen élethelyzetek rendezésére módosította a vonatkozó törvényt, mert az a céljuk, hogy a beilleszkedett fiataloknak perspektívát adjanak. Valós fenyegetés, hogy a migráns hullámot kihasználva akar az iszlám állam terroristákat becsempészni az unió területére. Erről magasrangú amerikai tisztviselők beszéltek híradónknak. Az FBI helyettes igazgatója azt mondta stábunknak, hogy az iszlám állam elleni harc azért nem egyszerű, mert folyamatosan fejlődik a terrorszervezet, és olyan eszközöket használ, amelyek nem megszokottak. Naponta több száz bevándorló lépi át a magyar határt. Többségük a háborúval sújtott közel-keleti országokból érkezik, hogy Európában találjon menedéket magának. Azonban jelentések szerint az iszlám állam is kihasználja a kontinensre áramló menekült hullámot, hogy így juttassanak úgynevezett alvó ügynököket Európába, hogy aztán itt terrorakciókat hajtsanak végre. Több magasrangú amerikai vezető is Budapesten tartózkodik. Ők is azt mondták híradónknak, hogy ezt a fenyegetést nem szabad félvárról venni. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának államtitkára szerint azt el kell fogadni, hogy a jobb megélhetés érdekében mindig lesznek olyanok, akik megpróbálnak bejutni a szerencsésebb adottságokkal rendelkező országokba, de a terrorista fenyegetést komolyan kell venni. Az Egyesült Államok és az Európai Unió más nehézségekkel kell, hogy szembenézzen, de az illegális vagy papírok nélkül utazó menekültek veszélye, kombinálva a terroristák fenyegetésével, az egy igenis létező probléma, mondta az államtitkár. Az FBI helyettes igazgatója is azt mondta híradónknak, hogy foglalkoznak a problémával, hiszen az iszlám állam jelenti az egyik legkomolyabb fenyegetést ma a világon. Az iszlám állam egy olyan célpont, amely folyamatosan fejlődik és változik. Kihasználják a közösségi média adta lehetőségeket, hogy így radikalizálják az erre fogékony személyeket világszerte. Ez nagyon más ahhoz képest, amit a világ többi terrorista szervezetétől láttunk eddig, mondta a helyettes igazgató. A belügyminiszter pedig arról beszélt, hogy uniós országból származó személyek is harcolnak az iszlám állam kötelékében, és vannak köztük olyanok, akik vissza akarnak jutni az EU területére. Pintér Sándor szerint ezt figyelemmel kell kísérni, mert nem zárható ki, hogy a későbbiekben ezek a személyek terrorcselekményeket hajtsanak végre. Nemzetközi együttműködés van ezen a területen, megkapjuk azokat a listákat a különféle Európai Uniós országoktól, amelyekben szerepelnek azok a személyek, akik harmadik országbeli harcosként részt vesznek az ISIS állam oldalán. Természetesen egymásnak átadjuk azokat az információkat is, hogy visszatérésüket követően mi várható. A szakemberek szerint a hatékony információ megosztás érdekében egyre szorosabban együttműködnek a különböző országok terrorelhárító egységei. A BKV elnökvezérigazgatója nem érti, miért nem Magyarországon kér jogorvoslatot az ÉSZT Skyness Rail társaság, amely az Európai Bizottságnál tett panaszt a 3-as metró szerelvényeinek felújítására kiírt pályázat miatt. Szerintük az ő ajánlatuk minden pontban kedvező volt, mint a tendernyertes orosz cégé. Bolla Tibor egyébként arról is beszélt, hogy szerinte nem gazdaságtalan a régi metró szerelvények felújítása, azt azonban elismerte, az optimális megoldás új metrókocsik vásárlása lenne. A felújított metrónak 25 évig kell futnia. A kocsikban nem lesz klíma, csak a vezetőfülke lesz légkondicionált. Holnaptól több a 4-es metró vonalán közlekedő szerelvény vezető nélkül közlekedik, ez derül ki a BKV közleményéből. A szerelvények alapvetően önműködőek, de eddig folyamatosan volt egy úgynevezett jármű kísérő a vezetőfülkében, hogy az esetleges meghibásodásokat kijavítsa. A közlekedési társaság közleménye szerint a kísérők továbbra is a szerelvényen lesznek, de már a hátsó fülkében foglalnak helyet, és a baleset veszélyes helyzetek elhárításán kívül már semmilyen beavatkozást nem végeznek. A BKV célja, hogy bizonyítsák, a rendszer megfelelően működik, és jármű kísérő nélkül is közlekedhetnek a szerelvények.
Elképzelhető a Lázár János által elmondott változat, de az is lehet, hogy máshogy alakul a volán sorsa. Ezt mondta híradónknak a Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. A miniszter egy hete azt mondta, privatizálás helyett inkább megszüntetnék a volánt, a helyét pedig a MÁV venné át. Ehhez képest az elmúlt időszakban 600 új buszt kapott a vállalat. A legutóbbi átszervezésnél a 24 megyei volánból mindössze 7 maradt. A költségek csökkentek, a menetrendek beváltak, mondta a helyettes államtitkár. Ennek az volt a célja, hogy az országban a volántársaságokat egyrészt fölkészítsük arra a versenykihívásra, ami 2017. január 1-től vár rájuk és ránk, nevezetesen, hogy lejárnak a közszolgáltatási szerződések, és az EU szabályai szerint, az Európai Unió szabályai szerint pályázatra kell kiírnunk a következő időszak közszolgáltatási tevékenységét. Ma még nem lehet tudni, hogy mi lesz a sorsuk ezeknek a volántársaságoknak, bár a várható újabb átalakításról a múlt héten Lázár János már elejtett egy mondatot. Felmerült-e a volántársaságok privatizációja? Nem, a megszüntetése annál inkább. Ezt hogy kell érteni? Helyette mi lesz? Helyette például MÁV. Jelenleg erről még szakmai vita folyik, mondta az ATV kérdésére a közlekedésért felelős helyettes államtitkár. Végleges döntés még nincs, több változat is szóba jöhet. Van olyan koncepció, amit Lázár úr is említett, amely szervezetileg is egy további karcsúsítás jegyében adott esetben újabb összevonásokat hozna létre. A tervezett átalakításról ma még az érdekvédelmi szervezetnek is csak fél információi vannak. Az elmúlt 3 éves átalakulási folyamat során mi határozott álláspontot alakítottunk ki abban a vonatkozásban, hogy a MÁV alá rendelése vagy besorolása a volántársaságnak ez nem jó. A szakszervezeti vezető szerint ez nem gazdaságos, és az utasok érdekét sem szolgálja. A helyettes államtitkár úgy látja, hogy az újabb átalakítás várhatóan csak a volántársaságok vezető munkatársait érinti, hisz 600 buszvezető most is hiányzik a járatokról, és szerelőkből sincs elég. A végleges koncepció várhatóan őszre készül el, ígérte Becsei Zsolt. Az állam, mint tulajdonos viszont elvárja, hogy a volántársaságok is pályázzanak. A volán az elmúlt időszakban 600 új buszt vásárolt, de a járművek átlag életkora még így is jóval 10 év fölött van. Ez túl a biztonságon azért sem hagyható figyelmen kívül, mert pályázni csak 10 évnél fiatalabb járműparkkal lehet. Most részben uniós pénzből 1000 új busz beszerzését tervezik, bár ez nem biztos, hogy 10 év alá viszi a 6000-es buszállomány átlag életkorát. Brutális hőség van az országban, sokan már most alig bírják elviselni a kánikulát, pedig a java még csak most jön. Vasárnap akár 40 fok is lehet. Hétfő délutánig továbbra is hőségriasztás van érvényben, több strand tovább tart nyitva a fővárosban, sok helyen pedig hűtött, zacskós vizet osztottak a járókelőknek. Összesen 20 locsoló autó járja az utakat Budapesten. Bár a látvány is enyhet ad a hőségben, az aszfaltot pedig 6-8 fokkal is lehűti a vízsugár. Jobb a levegő, ha így elmegyünk mellette, egy kicsit enyhébb a meleg. 20 locsoló autó napközben a sűrűn lakott városrészeket, lakótelepeket hűti. Többnyire éjszaka mennek rá a főútvonalakra, hogy lehetőleg ne akadályozzák a forgalmat. A Deák téren délelőtt 10-től este 6-ig osztanak zacskós vizet a fővárosi vízművek munkatársai. Hétfőig sokan egész napos fürdést terveznek a gyerekeknek a Balatonnál. 3-4 nap az nagy hőség lesz, akkor jobb, hogyha bemennek a vízbe, azt ott maradnak, nem jönnek ki csak este, mikor mennek haza. Pécs belvárosában ki vízzel, ki fagylaltal hűtötte magát. Mit szól ehhez? Ez azért nem egy nem alacsony fok. Neki. Miért nem? Mert nem bírom a meleget. Nem szereti a szervezetünk a nagy hőséget. A túlhevülés az életet is veszélyezteti. Izzadás, végtagok, enyhe zsibbadása esetén még nincs baj. A hűtés, vízitatás segít a problémán. Hőgutára akkor kell gyanakodni, amikor a bőr kipirosodik, és esetleg beszédzavar lép fel. Ha már kicsi zavart, akkor ezzel ne kísérletezzünk, akkor csak hűtsük, tehát fektessük le árnyékos, viszonylag hűvös helyen, hűtsük a testét, és azonnal hívjuk a mentőt, hogy a megfelelő szakellátást meg tudja kapni. A trópusi hőséget időnként nyári viharok is tarkíthatják. Zebegényben például kora délután diónyi jéggel kevert hatalmas zápor esett.
Hétvégén minden esetre marad a hőség. Hétfőn az előrejelzések szerint csak 2-3 fokkal csökken a napi középhőmérséklet, ezért könnyen lehet, hogy az ANTS meghosszabbítja majd a legmagasabb fokú riasztást. Eddig tartott a híradó este, de ne feledjék, híreinkről bővebben olvashatnak az atv.hu weboldalon, és nézzék Facebook oldalunkat is, ha tehetik. Most a világhíradó jön Tóth Gézával, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!